A korábban jelzettnél csak nem egy héttel később, december 12-én dönthetnek az uniós pénzügyminiszterek a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, a magyar kormány továbbra is arra számít, hogy kedvező döntés születik, illetve a jelenlegi költségvetési ciklushoz kapcsolódó megállapodást is aláírhatjuk még decemberben. Az uniós források pedig jövőre már érkezhetnek Magyarországra. Hónapok óta az a cél, hogy a magyar kormány minél hamarabb megegyezésre jusson az Európai Bizottsággal az uniós források kifizetéséről. Néhány hete pedig már működik itthon egy testület is, ami az uniós forrásokkal kapcsolatos közbeszerzéseket ellenőrzi. Ez az integritáshatóság. A korrupció ellenes szervezet létrehozása volt a kormány egyik legfontosabb vállalása az unió felé. Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk. Magyarország a 17 vállalást a határidőig teljesítette. Brüsszel viszont már egy újabb, 18. feltételt is támasztott. Erről Orbán Viktor még a múlt héten beszélt Kassán. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az újabb feltételt is teljesíteni fogja Magyarország. Most várjuk, hogy a november 30-án esedékes bizottságülésen döntsenek. Orbán Viktor akkor azt is megerősítette, hogy nincs akadálya az EU és Magyarország közötti megállapodásnak elismerik a magyar kormány erőfeszítéseit. Az Európai Bizottság elismeri Magyarország erőfeszítéseit, és nagy előrelépés, hogy az operatív programokat és a helyreállítási tervet valószínűleg jóvá hagyják. Erről beszélt Navracsics Tibor az m nek A területfejlesztési miniszter hozzátette, ha az év végéig sikerül lezárni a tárgyalásokat, jövőre már érkezhetnek az uniós pénzek. Számunkra különösen fontos, lehetővé válna az, hogy aláírjuk a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal, azaz a kohéziós pénzekhez hozzáférjünk, és egyúttal az újjáépítési tervet is jóvá hagyná decemberben a tanács, a tagállamok minisztereinek döntéshozó testülete, aminek következtében megvalósulna az a célkitűzésünk, hogy az év végéig le tudjuk zárni a tárgyalásokat, a forrásokat, illetően, és a jövő évtől kezdve tudnak jönni az Európai Uniós források. Navracsics Tibor, később a Reuters nemzetközi hírügynökségnek azt mondta, Magyarország arra számít, hogy az uniós pénzügyminiszterek tanácsa a korábban jelzetnél később, december 12-én dönthet a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról.